Üdvözlöm a Szent Korona televízió nézőit, ez a Hősök üzenete című műsor, én pedig Turner Gábor vagyok. Gyakorlatilag ez egy kísérleti műsor, egy kísérleti adás, mert még a technikai feltételek sem adottak minden szempontból, illetve mert még én sem állítottam össze teljesen a műsor tematikáját. Nagyjából úgy fog kinézni a műsor, hogy mindig egy-egy adott személyiséget, történelmi személyiséget fogok bemutatni, fotókkal, korabeli filmekkel illusztrálva, illetve szeretnék arra rávilágítani, hogy mit is üzent a mai kor ember számára az az adott történelmi személyiség. Ebben az első műsorban Mishima Yukio életével fogunk foglalkozni, pontosabban azzal, hogy mit is üzent ő nekünk. Mishima Yukio a modern Japán egyik legtehetségesebb írója, hanem a legtehetségesebb írója, drámaírója, filmszínésze, politikai szakkommentátora. Azonban mégis nekünk, tradicionista és konzervatív embereknek az számít, hogy miért harcolt, miért küzdött, illetve hogyan is halt meg. Bátran állíthatjuk, hogy ő volt az utolsó szamuráj. Aki kicsit is foglalkozott Japán történelmével, annak nem hat újdonságként, azt mondom, hogy Japán és Magyarország történelme kapcsán nyugodtan mondhatunk párhuzamot, mert Japán is ugyanúgy meg volt szállva, mint Magyarország a II. Világháború után, és Japán ősi alkotmányát is eltörölték, akárcsak Magyarországét. Japánban a császár, ha bár hivatalában maradt, de mégis a jogkörét igencsak megnyírbálták, az ősi Japán megindult az erkölcsi és szellemi hanyatlás útján. Mishima Yukio felemelte a szavát eme hanyatlás ellen, és az ősi Japánért, a császárért küzdött. 1925-ben született Hiraoka Kimitake néven egy felső középosztálybeli családban. A II. Világháború után elvégezte a Tokiói Egyetem jogi karát, és egy rövid ideig a pénzügyi minisztériumban dolgozott. Írói pályafutását az 1949-ben megjelent önéletrajzi műve, az egy maszk vallomása alapozta meg. Alkotó korszakaiban a legjelentősebb fordulatot az 1960-as ellenforradalmi megmozdulások hozták, melyek a császári hatalom és a régi rend visszaállításáért bontakoztak ki. Érdeklődése a régi japán hagyományok és a császárság intézménye felé fordult. 1967-ben létrehozta a Tatenokait, a pajzs társaságát, saját 100 fős gárdáját. Ez az alakulat egy elitalakulat kívánt lenni a modern Japánban egy régi értékrend szerint szerveződő védőosztag, ami a császárért él és hal. Innentől tudatosan készült arra, hogy tragikus halálával felrázza Japán társadalmát és felébressze a régi harci szellemet. Életműve több mint 100 regényt, drámát, novellát tartalmaz. Legkiemelkedőbb alkotásai a Hullámok sűrűjében, az Aranytemplom és a négykötetes, a Termékenység tengere, nekünk hazafiaknak pedig a Hazafiság című kis novellája mindenképpen alapmű. Mishima élete utolsó napján, 1970. november 25-én négy katonájával foglyulejtette a japán honvédelmi erők hadsereg tábornokát és az összehívatott katonáknak beszédet intézett. Beszédében a régi császári hatalom visszaállításáért és a régi alkotmányért szólította fel a katonákat, hogy azért lázadjanak. Sajnos kísérlete eleve kudarca volt ítélve, ugyanis nem volt megfelelő kihangostás, a katonákat pedig ez az egész felkészületlenül érte, nem is értették, hogy tulajdonképpen miről van most szó, meg voltak zavarodva. Sikertelen kísérlete után hozzá legközelebb álló tanítványával rituális öngyilkosságot, hasfelmetszés követett el, úgynevezett szeppukut. Erről a beszédről nézzük meg egy videófelvételt együtt. 11月25日 東京市ヶ谷の陸上自衛隊に作家三島由紀夫と盾の会の4人が乱入した。もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。自衛隊が20年間潮涙で待った憲法改正ってことに機会がないんだよ。もうそれは政治プログラムが破壊されたついに破壊されたんだ。それはどうしてそれに気が付いてくれなかったんだ。去年の 10.21 から1年間俺は自衛隊が怒るのを待った。自衛隊は奮起せよとアジ演説した三島と森田の2人は総監室で滑覆自殺した。残った盾の会会員3名はその場で逮捕。
自作自演の映画夕刻では真に迫る切腹のシーンを見せた。文学の中で常に死の在り方を追い続けてきた三島。ノーベル賞候補にも挙げられた世界的に著名な作家の割腹自殺だけに内外に与えた衝撃は大きかった。Mishima Yukio tette, igaz, hogy számunkra mégsem követendő példa mindenben, ugyanis kulturális és vallási különbségek is fennállnak, azonban ez az odaadás, ez a hűségesség az, ami követendő példa számunkra. Ahogy ő küzdött, harcolt az ősi Japánért, a császár hatalmáért, ez a példa. Ezt üzente nekünk Mishima Yukio.